régi vágodánkat felújítottuk, ez egy nagyon autentikus és fontos helyszíne volt a zsidó vallásnak, hisz a kóser étkeztetés itt kezdődik. Itt vágták le az állatokat, a baromfiakat, a sajhed, aki a metsző volt, és ő vághatta le csak az állatokat a zsidó vallás szerint. Az volt a fontos ennek a metszőnek, hogy olyan éles késsel kellett rendelkeznie, mert egy vágással kioltja az állat életét, kivérezteti, és így nem szenved az állat. Azt hiszem Debrecenben egyedülállóan sikerült ezt a vágodát megtartanunk, talán már az országban sehol nem lehető fel ilyen. Megtartottuk, felújítottuk, és be fogjuk tudni mutatni a jövő nemzetékének is, hogy történtek a zsidó kóser vágás Debrecenben. Utazás a zsidó örökségbe Észak-Alföldön. Ebben a projekten belül nagyon sok helyszínen sikerült az létesítményünket felújítani, és nagyon fontos célja, hogy bemutassuk a zsidó vallást, a zsidó hagyományokat, a zsidó örökségeket. Azt gondolom, hogy ennek jövőben mutató célja van. Szeretnénk mindenkivel megismertetni, a fiatalokkal is, aki nem ismeri a zsidó vallást, hogy hogy éltek régen a zsidó emberek, hogy éltek őseink, hogy éltek nagyszüleink, nagypapáink, nagymamáink, és itt betekintést nyújthatunk minden zsidó életébe. Zarándokút, utazás a zsidó örökségbe Észak-Alföldön. További információk www.dzsh.hu. Széchenyi 2020. Készült a Debreceni Zsidó Hitközség megbízásából.